több területen próbálta segíteni tagjait a Vármegyei Iparkamara, hiszen 2023 a vállalkozások és a gazdaság számára is kihívásokkal teli év volt. Az intézmény munkaadókkal, szakmai szervezetekkel, szakképzési centrumokkal és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen az ipari és az oktatási szektor kapcsolatát igyekezett erősíteni. A stratégiai partnerek bővítése mellett a kamara kiemelten foglalkozott azzal, hogy ösztönözze a cégeket a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti gyakorlatokra. A szervezet egész évben számos programmal segítette a vállalkozókat. Az év során mintegy 50 rendezvényt szerveztünk, ahol közel 2000 fő vett részt. Az itt szerzett tudást, tapasztalatot a vállalkozók be tudják építeni saját tevékenységükbe, ezáltal akár versenyelőnyhöz is juthatnak, illetve ezek az alkalmak jó lehetőséget teremtenek az üzleti és az emberi kapcsolatok kialakítására, ezzel is hozzájárulva a vármegye gazdasági teljesítményéhez. Idén az ügyfélszolgálatunkon körülbelül 20 000 ügyet kezeltünk, tájékoztatva a vállalkozásokat gazdasági intézkedésekről, új szabályozásokról és más releváns információkról. Széchenyi kártya programban több mint 200 hitelügyletet és 56 Széchenyi leasinget bonyolítottunk le, tovább erősítve ezzel a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit. A szakképzett munkaerő hiány a Vármegyében is problémát jelent, ezért a kamara a képzésekhez kapcsolódóan is számos kezdeményezést indított. Pályaorientációs munka keretében 136 eseményt szerveztünk, ahol több mint 3000 pályaválasztás előtt álló tanulót értünk el. Az országos szakmai tanulmányi versenyen 273 versenyző vett részt, és 375 duális képzőhelyet vettünk nyilvántartásba idén, illetve 71 mesterlevelet adtunk át a sikeresen vizsgázóknak. Az iparkamara regisztrált tagjainak száma a 2022-es évhez képest enyhe csökkenést mutat, a tagdíj befizetések folyamatosak. Vármegyénkben idén 112.600 a vállalkozások száma, ez a 2022-es évhez képest 2%-os csökkenést jelent, szerintem ez annyira nem nagy szám, tehát elég jól alkalmazkodtak szerintem a vállalkozások ezekhez a változó gazdasági kihívásokhoz. Nálunk a megyében, Vármegyében 38 ezer körülbelül az egyéni és társas vállalkozások száma, akik kamarai hozzájárulást fizetnek. Hozzájárulás fizetése az előző évekhez hasonlóan rendben megtörténik. A Vármegyei Iparkamara 2024-es tervei között az üzleti kapcsolatok erősítése, a mentorprogramok és képzések bővítése, a zöld gazdaság, valamint a fejlesztések támogatása áll majd.